Papa azt mondja, akkor esküvünk lesz, amekkorát még nem látott Oklahoma. Mikor indulhatunk? Arra gondoltam, mehetnénk hajóval. Ja. Ruprecht imádja a tengert. Ruprecht? Igen, Ruprecht. Még nem beszéltem róla. Ruprecht az öcsém. Öcséd is van? Igen, az ifjú herceg. Lehet, hogy egyszerre két herceget érek haza. Akárhová megyek, Ruprecht mindig vele. Ja, és mikor láthatom? Ami azt életi, akár most is a szobájában van. Akarod, hogy bemutassalak neki? Igen, nagyon szeretném. Mit csinál itt? Itt van a lakosztály. Azt hiszem, jobb, ha figyelmeztetlek, hogy Ruprecht, szóval furcsa fiú. Ruprecht, a bátyád van itt. Semmi hirtelen mozdulat. Már megint lármázol, te kis huncut. Hát, mondtam már, ha nem hagyod abba, kiviszem az összes edényt a szobából. Jól van. Kapsz egy puszit. Ruprecht, na ne, Ruprecht, ne! Ruprecht! Ruprecht, hagyd abba! Hagyd abba, Ruprecht! Nagyon érzékeny. Na, gyere! Gyere! És most szeretném bemutatni neked ezt az aranyos nénit. Mama. Nem, ő nem a mama. Nagymama? Nem, de nagyon nagy újság van ám. Mr. Rumbles, én hamarosan összeházasodunk, és mindannyian Oklahomában élünk majd. Ah, igazán? Szegénykém. Egy. Ruprecht! Ruprecht! Vendégünk van. És mit csinálunk, amikor vendég van? Mit csináltál, amikor Ted bácsi volt itt a múltkor? Nem, Ruprecht. Ruprecht, nem! Utána. Bocsánatot kérünk. Bilincsen? Nem. Ne félj, Ruprecht. Nem megyünk sehová nélküled. Oklahoma. Élvezi majd Oklahoma tágas mezőit. Imád szabadon rohangálni. Nem mama? Nem, Ruprecht. Nem a mama.
Folytasd, drágám. Mit is mondtál? Hogy szerintem a szegények... Ruprecht! Elvihetem a szigony, ször. Nos, Diana, ezek szerint a szegények ne járhassanak múzeumba. Én szerintem a szegények... Ruprecht! Ne vedd le a dugót a villádról. Miért van dugó a villáján? Hogy meg ne sérthesse magát, és másokat. Ruprecht, edd szépen az almamártást. Ruprecht, nagyszerű hírünk van. Diana és én nem sokára összeházasodunk, és mindnyájan Palm Beach-ben fogunk lakni. Ruprecht! Szépen egyél. Elnézést, szabad előtte csurizni? Természetesen. Köszönöm. A vezetés mindig megnyugtatja. Lorenz, ez életem legboldogabb napja. Azt hiszem, leszálltak a golyóim.